az első lépése, hogy állami szinten nézzünk, meg kormányzati szinten, az mindig az, hogy egy kormányzat csatlakozik ezekhez a nemzetközi egyezményekhez, és először elfogadja és belátja ezeknek a nemzetközi egyezményeknek a céljait. Ez, ahogy Magyarországon is, Kínában is, már régebben megtörtént, Kína is nagyon sok ilyen nemzetközi egyezményhez csatlakozik. A második lépés az az, amikor már nem csak elfogadja és belátja, hanem elkezd gyakorlatban tenni érte, de ezek akkor működnek jól, és azért mondtam, hogy ezt két irányból kell nézni, hogy mindig kell a helyi közösségnek a működése, a biodiverzitásnak a napi szolgáltatásával, a napi ökológiai értékeivel, mindig a helyi közösség találkozik először. Kínában erre azért van, mert a panda megmentése az egy olyan programja az országnak, ami nemzetközi hírű, gyönyörű nemzeti parkjai vannak az országnak. Én megtehettem azt, Csifengben jártam, mögötte a belső mongóliai nemzeti parkban, bioszféra rezervátumban jártam, és nagyon örülnék, ha visszamehetnék, mert olyan biológiai értékeket láttam, amiket csak kevésen. Kínában a biológiai értékeknek a védelmét, az ezért való tevékenységnek a fontosságát nagyon régen felismerjük. És ugyanúgy, mint egyébként sok más területén a gazdaságnak, meg a világnak, az ökoszisztéma is egy gazdaság, ugyanazokat a lépéseket követték el. A legjobb kutatóikat, a legjobb egyetemi oktatóikat küldték széllyel a világba, hogy tanulják meg azt, amit már a más országokban, akár az amerikai kontinensen, akár az európai kontinensen elértek. Mindenhol megjelentek az ösztöndíjasaik, és aztán hazamentek. A Magyar Agrár és Élettudomány Egyetemnek is volt a 2000-es évek elején ilyen ösztöndíjas a Pekingi Erdészeti Egyetemről, Weidong Bao kollégánk, aki pedig azóta Kínában tanítja a biodiverzitásnak a fontosságát, a biodiverzitás felmérésének, a biodiverzitás monitorozásának a fontosságát. Tehát meglépték azt, ami a legfontosabb a természeti erőforrások védelme érdekében, tudományos alapokra helyezték. Mindentől kezdve tudják, hogy milyen értékeik vannak, tudják, hogy ezek az értékeknek milyen tulajdonságai vannak, milyen jellemzői vannak, és ez alapján tudják megtervezni a védelmi intézkedéseket. Tehát nem egy passzív védelemről van szó, akkor azt mondom, hogy jó, tudom, hogy védenem kell, ezentúl nem bántom. Nem. Hajszál pontosan tudja, hogy milyen jellemzői vannak az adott fajnak, vagy az adott társulásnak. Pontosan tudja, hogy mik a veszélyeztető tényezői, pontosan tudja, hogy mik azok az időszakok, amikor a veszélyeztetések megjelennek, és ennek a végeredménye az az, hogy amikor a tevékenységek elkezdődnek, azok nagyon hatékonyak.